Japánban egész kiskorban kiválasztják a gyerekeket, akik nagyon komoly képzésen mennek keresztül, mire fölnőnek és dobosok lesznek. És akkor is csak egy bizonyos dobot üthetnek meg, egy bizonyos öltözetbe, egy bizonyos módon, tehát a mozdulatokat is tanítják nekik. Több órákat gyakorolják csak a mozdulatokat, egész kiskortól kezdve. Úgyhogy mi szentségtörést fogunk elkövetni az ő elméletük szerint, de hát valahogy szeretnénk prezentálni mégis, hogy szólhat egy ilyen szertartás zene. Ez egy igazából egy rossz szellemiző dobzene lesz, épp ezért elég hangos is lesz. Mi nem fogunk félmesztelenre vetkőzni, hogy ők teszik, és de tényleg ezt a zenét ilyen félmesztelenre vetkőzve a piros szalagokkal a kezükön dobolják, és körülbelül olyan magas dobokon, mint amilyenek mi vagyunk, tehát ilyen nem ritka a 2 méter átmérőjű dob sem, ilyen nagy állványokra föl vannak téve, és térdepelnek alatta, és úgy püfölik őket tiszta erőből. Wolfgang Amadeus Mozartnak az egy kis zenének első tétele következik.